Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk sportszelekció műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Sportoló Nemzet 2024 címmel tartottak fórumot a Vármegyeházán. Közel 100 fiatal játékos lépett pályára az NKK 5-ös kosárdzsemen. A volt válogatott csatár Kovács Kálmán emlékezett Biskei Bertalanra. Szombaton ismét kosárlabdázók népesítik be a nyíregyházi Kossuth teret és környékét. Mind a sportlétesítmények számát és minőségét, mint a sportesemények rendezését, mint a sportolók létszámát tekintve óriásit lépett előre Magyarország az elmúlt években. Többek között erről beszélt a kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó Vári Attila a Vármegyeházán tartott Sportoló Nemzet 2024 elnevezésű rendezvényen. Én úgy gondolom, hogy itt a magyar történelem egyik legfontosabb sportlétesítmény fejlesztési lépcsőjén vagyunk túl, és ennek köszönhetően különböző régiókba, kis településeken olyan dolgok épültek fel, ami szerintem csodaszámba mennek, és annak köszönhetően, hogy ilyen fejlesztés megtörtént, nagyon jó körülmények között tudnak edzeni a gyermekeink, és az edzőink nagyon jó körülmények között tudnak dolgozni, és hát látjuk az eredményeken is, és az elmúlt időszakban nem csak a létesítményfejlesztések, nem csak maga a sportszakma helyeződött vissza a méltó helyére, neki megillető helyére, hanem hát nemzetközi sporteseményekben is szerintem nagy hatalommá váltunk, és egy olyan rutinnal rendelkezünk, ami bármilyen sportesemény megrendezésére bármikor minket fölkérhetnek, és ezt szerintem az egyik legmagasabb színvonalon véget tudjuk hajtani. Ha a sportlétesítmények adottak a kis településeken és a városokban, nagyvárosokban is, viszont meg kell tölteni élettel, amikor én gyerek voltam, egy labdának is rettenetesen tudtam örülni, gondolom még, bár nem vagy idős te is, ma viszont már millió olyan dolog van egy gyerek életében, ami nem biztos, hogy a sport felé viszi, mit lehet tenni azért, hogy minél többen elkezdjenek sportolni. Én azért azt látom, hogy az elmúlt, hát most már 14 évben nagyon nagy létszámnövekedés volt, és igen, én is azt gondolom, és a kollégáim is azt gondolják, hogy ez most a következő időszak indult el, hiszen azok a gyermekek, akik ezekben az új létesítményekben sportolnak, nagyon komoly képzést kapnak, és mint a gyereknevelés, hogy ez nem ugyanígy egyik pillanatra a másikra, meg kell tartani és folytatni kell tovább, tehát meg kell őrizzük ezeket az értékeket, és folytatni kell tovább a feladatot, és ezért is fontos, hogy emlékeztessünk mindenkit, nem csak a korosztályunkat, hanem a fiatalokat is, akik igazából ezekben a létesítményekben sportolnak a mindennapok, ők nem látták még azokat a rossz körülményeket, és ne is lássák soha többet, amikbe mi sportoltunk. Viszont azért ezekről kell beszélni, és az új technológiákról, technikákról és magáról a sport fejlődéséről is, így szakmán belül mindenféleképpen erre is adott ez a programsorozat. A magyar szurkolók minden sport sikernek tudnak örülni, de azért tudjuk, hogy olimpia centrikus nemzet vagyunk. Te kétszer álltál a dobogó legfelső fokán, most már nagyon látó távolságban van a párizsi olimpia. Kijutni sem könnyű ma már egy olimpiára, te milyen magyar szereplése számítasz? Én jósolni nem akarok, de abból látszik, hogy az elmúlt időszak legnagyobb létszámával veszünk részt az olimpiai játékokon. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olimpiánként lehettem, nem csak sportolóként, sportvezetőként, és remélem, hogy minél több gyermeknek, fiatalnak majd megadhatik egyszer, hogy ezen részt vehessen. Én nagyon jó előérzeteim vannak, de babonás vagyok, ezért nem fogok jósolni. Még a két vízilabda csapatot illetően sem, ugye mindkét csapatunk, a hölgyek és az urak is kint vannak. Nyilván egy magyar vízilabdázó az mindenféleképpen, én úgy gondolom, főleg hogyha az erőviszonyokat nézzük, akkor bármelyik a dobogó bármely fokára nő és a férfi csapat fölállhat, tehát mindig a pillanatnyi forma dönt, de én úgy gondolom, hogy úgy, mint Tokióban, most is két éremmel térünk haza. Sportoló Nemzet ennek a mai rendezvénynek a címe, de szűkítve a kört az országról, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, mennyire sportos ez a vármegye? Szerintem nyugodtan mondhatjuk, hogy sportos vármegyéről beszélünk, és nagyon büszkék vagyunk egyébként azokra a teljesítményekre, amelyek itt a vármegyében megjelennek, akár az amatőr sport, akár a diák sport, akár a profi sport területén, és hát rengeteg olyan fejlesztés valósult meg az utóbbi évtizedekben Magyarország kormányának a támogatásával, és azzal a szemlélettel, amely valóban azt helyezte előtérbe, hogy minden olyan gyermek,
gyermeknek és minden olyan felnőttnek is természetesen, aki szeretne sportolni, annak legyen meg az a szabadidős lehetőség és tevékenység, ez a helyszín, ahol ezt megteheti, és legyenek meg azok a feltételek is természetesen, amelyek a gyerekek számára nyitják meg azokat a kapukat, amelyek segítségével kipróbálhatnak bármilyen sportot, és reméljük, hogy majd, akár hogyha mondjuk arra adják a fejüket, hogy profi sportolók legyenek, akkor örökbíthetik a vármegye hírnevét is, és örökbíthetik Magyarország hírnevét is a különböző sportrendezvényeken, akár olimpián, akár világbajnokságon, akár Európa-bajnokságon. És ezért örülünk annak, hogy olyan képviselői vannak egyébként a sportnak, aki most a mai napon ellátogatott hozzánk is, Vári Attila olimpiai bajnok, aki itt előadást fog tartani, és bemutatja azt a sportfejlesztési irányt, és megerősíti azt a sportfejlesztési irányt, amely úgy gondoljuk, hogy nem csak a vármegye szempontjából nagyon fontos, hanem az ország szempontjából is kiemelkedően fontos, már csak azért is, mert valóban büszkének kell lenni, nem csak a sportolóinkra, hanem a mögötte lévő teljesítményre is. Nyíregyháza, mint vármegye székely, vagy a nagyobb vármegyei városok jobban fókuszban vannak, nagyobbak a lehetőségek, de mint a közülés alelnöke gondolom járja a kisebb településeket, ott is megvan az infrastruktúra, és megvan a szándék, megvan a gyerekekben, a testnevelőkben, hogy valamilyen szinten sportoljanak, vagy akár, hiszen láthatjuk, hogy a legkisebb településre is el lehet jutni, egy olimpiai dobogóra is komolyabban sportoljanak. Valóban Nyíregyháza jelen jár a sportfejlesztésekben, és azt hiszem, hogyha valaki a városba körbe megy, akár az atlétikai centrum, akár a most lassan befejezésre kerülő labdarúgó csarnok is mind-mind azt a stadion, mind-mind azt erősíti meg bennünk, hogy valóban itt nagyon komoly és nagyon nagy hangsúlyt fektetnek a sportéletre, és hát ez látszik a közösségen is, amely itt él, de ugyanez igaz a vármegyére is, hiszen minden egyes kis településen találkozunk különböző sportfejlesztésekkel, és mondom ezt úgy, hogy én is falusi vagyok, és Beregdarócon is most már például a műfős pályán lehet, hogyha valaki akar futballozni. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ezek a lehetőségek, ezek most már mindenhol elérhetőek is, de természetesen azért a távlati cél az továbbra is az, hogy bővítsük ezeknek a lehetőségeknek a körét, és minél több gyereket biztassunk arra, hogy azért a szabadidőt, a hasznos szabadidőt, azt, hogyha lehet, legalábbis egy részét ebben a mai felgyorsult világban is a sporttal, az aktív élettel töltse. NKK 5-ös kosárgyem elnevezéssel tartott szezonzáró programot a Nyíregyházi Kosársuli. Az 5-ös iskola udvarán számos program várta a fiatal kosarasokat. Csúcsidény volt, azt kell, hogy mondjam, az eddigi legjobb szezonunk volt. U14-es erdői csapatunk az országos főtáblára került, ott a 19. lett. Lehet, hogy így a 19. helyezés soknak tűnik, de 148 csapatból, és a megyében, vármegyében mi voltunk a legjobbak, mi jutottunk a legmesszebb. A kadett, az U16-os csapatunk a regionális országos bajnokságban, az országos döntőben harmadik lett. Ez helyezés számot a két csapat tekintve megyébe szintén mi voltunk a legjobbak. Azt hiszem, hogy elégedettek lehetünk. A kerekesszékes csapatunk negyedik lett az országos bajnokságban, soha rosszabbak. Létszámot tekintve mennyien vagytok, hány edzővel foglalkoztok és hol vannak az edzés helyszínek? 304 igazolt versenyengedéllyel rendelkező kosárlabda az a Nyíregyházi Kosárlabdaklubnak, és ennyi volt 2023-24-ben. 6 edző, 8 testnevelő, aki a csapatainkkal foglalkozik, és 6 iskolában vagyunk Nyíregyházán, 6-6-ban, Orosan a Hermanban, Betlenben, a hídgyülekezet iskolájában, itt az Ötvös Zsakolóban, szembe a Szent Imrében, a Gárdonyiba, az Árok utcán és Ústagyan a Szabó Lőrincbe. Itt összesen 17 kosárpalánta csapatunk van. Utánpótlás nevelő klubról van szó, és ugye az egyik bizonyíték a jó munkának az, ha felnőtt csapathoz kerülnek játékosok. Most két saját nevelési játékosatok igazolt le a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks, szóval mekkora elismerés ez a nálatok folyó munkának. Ezért érdemes dolgon, ezt szokták mondani. Nagyon büszkék vagyunk és nagyon boldogok, hogy a nyíregyházi felnőtt kosárlabda csapatban két NKK-s nevelési kosaras játszhat jövőre. Azt kell mondani, hogy ezért csináljuk. Ezek a legjobb percek, amikor ilyeneket élünk meg, főleg amikor majd játszanak, azt szeretnénk, majd nagyon várjuk. Hogyan néz ki a nyár? Lesznek-e kosártáborok? Utaztok-e valahová? Két táborunk is lesz, most az iskolazárásként lesz, hogy a 11-12 éveseknek. Június utolsó hetében a Vescsik Vilmos Élelmiszipari Technikumban, illetve 14-16 évesekkel elmegyünk Tudobányácskára, Sátorújó mellé, gyakorlatilag egy évvégi záróedző táborba, aztán majd a felkészülés során augusztus 5-től 9-ig Miskolcon, az már sokkal keményebb lesz. Említetted a megnyitóban, hogy hagyomány szeretnétek teremteni ezzel a rendezvénye. Látva az eddigieket, alig a kétséges a folytatás. Nagyon bízunk benne, idén 20 éves az egyesületünk, azért is döntöttünk úgy, hogy ezzel a kis rendezvénnyel
megünnepeljük. Ebben nagy segítségünkre volt Nyíregyháza megye város önkormányzata, támogatta ezt a rendezvényt, külön köszönetet fejezzük ki polgármester úrnak ezért, illetve a testületnek. De nagyon sok támogatónk volt, itt látszik a Molinókon 5-6 cég a rendezvény mellé állt, hiszen egy ekkora rendezvény segítők, támogatók, szponzorok és a város nélkül nem működik. Már a kékszápák játékosaként vagy itt ezen a rendezvényen, de innen indultál az NK közös csapatából. Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre? Nagyon szép emlékeim vannak a kezdetekről. Igazából hobbiként kezdtem ezt az egész kosárlabdát. A többiek jártak le kosaradni, és akkor én is mentem velük. Aztán utána egyre komolyan befordult az egész, és mára pedig ez az életem lényegében. A Debreceni Akadémiáról tértél vissza Nyíregyházára, milyenek voltak az ott töltött évek? Nagyon szép évek vannak mögöttem a Debreceni Akadémiáról. Nagyon boldog voltam, amikor kiválasztottak és elmehettem oda, és rengeteget tanultam, rengeteg tapasztalatot szerezhettem. Ott mutatkoztam be piros csoportba, most szerencsére a szezon végére A csoportba is be tudtam mutatkozni a nagyok között. Tehát igazából nagyon jó emlékeim vannak onnan. Milyen idényre számítasz? Ugye olyan csapatot szeretné építeni a vezetőség, amelyik harcol van a feljutásért, ráadásul hazai környezetben család, barátok, barátnők előtt játszhatsz majd. Nagy reményeket fűzök ehhez az évhez, rengeteg tapasztalatot szeretnék szerezni majd a B csoportban. Nagyon motivált vagyok, hogy hazai csapat ellen, vagy hazai csapatban játszhatok, és szeretnék a csapattal mindenki emelkedő eredményt elérni majd. Buda Ferenc a Nyíregyházi Kosárlabda Klub és a Magyar Kosárlabda Kerekesszékes Kosárlabda válogatott játékosa. Mikor kerültél, hogyan kerültél kapcsolatba a sportággal? Ezelőtt 10 éve, még a mozgásjavítóban, ez fent Budapesten egy speciális iskola, ahol lehetett kipróbálni sportokat, és úgy kerültem oda a kosárlabdához. Mozgássérültek nagyon sok sportágra tűznek. Mi a szép a kosárlabdában? Az, hogy szép, hogy csapatban játszol, hogy meg lehet az öröme, és nem csak az, hogy egyedülőként, és élvezheted csapatban is a sikereket. Ugye, amikor az épek kosárlabdázók, ők is követnek hibákat, lépéshiba, rossz vagy, stb. Egy kerekesszékhez vagytok kötve, mi a legnehezebb ebben? A lépéshibát tartani, azt nagyon lehet elbotnyolítani. Hát két hajtásban vagy az, hogy megfogod a küllőt, az is például már lépéshibának számít, úgyhogy nagyon nehézkes megtanulni fejben, hogy mindig ott legyél. Például meccs közben, amikor nagyon kell. Mit ad neked ez a sportág? Azt adja, hogy élményeket hoz, és mindig sikereket hoz, halmoz egyik másikra halmoz sikereket. Rajtad van a válogatott Hungary feliratú póló, milyen érzés volt először felvenni? Hú, hát majdnem elkönnyeztem magamat, nagyon-nagyon, tényleg nagyon köszönöm, hogy beválogattak a szövetségbe, úgyhogy tényleg 17 évesen azért beválogattak a szövetségbe, nagyon köszönöm még egyszer is nekik. A nyár a világversenyek időszaka a kosárlabdában is, neked hogy néz ki az előttünk álló időszak? Ezelőtt egy éve volt Európa-bajnokság, most nem lesz, most csak Mariborban leszünk egy ilyen nemzetközi tornán, de jövőre hajtunk az EB-n. A 12. Bicskei emléktornán ott volt Kovács Kálmán is. A korábbi 55-szörös válogatott futballista sérülése miatt csak jelképesen lépett pályára, viszont jó szívvel emlékezett vissza a korábbi edzőjére. Nekem olyan, mintha második édesapám lett volna, mert azt gondolom, hogy 3-4 évesen egyszer rúghattam neki a Honvéd edzőpályáján kapura, és volt olyan rendes, hogy beengedte a labdát, pedig arra gurult át a gólvonalon, és onnantól kezdve azt gondolom, hogy nekem tényleg nagyon közel állt hozzám. A Honvéd kapusaként utánoztam őt a lakótelepen, én is próbáltam olyan látványosan védeni, ahogy ő védett a Honvédba, utána ifi válogatott beedzőm lett, a felnőtt válogatottnál is edzőm lett, úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat köszönhetek neki. Nagyon sokat beszélgettem vele, amikor már én is abba hagytam és edzősködtem, akkor a sok szakmai kérdésbe kérhettem ki a véleményét, és mondta el a véleményét, és nagyon örülök neki, hogy amikor én elvégeztem az A-licenszt, akkor jelentkeztem a Pro-licenszes tanfolyamra, és a felvételi után fölhívott egy-két nappal, és mondta, hogy hát te mit akarsz csinálni a jövőbe. És én úgy gondoltam, hogy lehet, hogy azért hívott fel, mert hogy nem jól sikerült a felvételim, és jobb lenne, hogyha más szakma után néznék. De utána megnyugtatott, hogy nem, annyira jó lett a felvételim, hogy a legmagasabb pontszámmal vettek fel a Pro-licenszre, és
ezért úgy gondolja, hogy nekem érdemes lenne az edzősködéssel foglalkoznom. Aztán voltam annyira hiú, hogy megkérdeztem, hogy akkor nagyon szívesen lennék az ifi válogatottnál bárhol szövetségi kapitány vagy szövetségi edző, és mondta, hogy hát azok a posztok már be vannak töltve, hát mondtam, hogy akkor én meg nem végzem el a prolicenszt. Tehát végül is rossz reagálást vagy rossz reakciót hoztam akkor abba a szituációba, de ez vagyok én, és nem mindig a legjobb megoldásokat választom, de ő segített volna akkor, hogyha azt gondolom, hogy el tudtam volna végezni a prolicenszt, és lehet, hogy másképp alakul az életem. Most testnevelő tanár vagyok, de mindig egy nagyon szép emlék lesz Berci bácsi az életemben. Viszont 40 évvel ezelőtt az ifi EB-n jó megoldásokat, jó döntéseket hoztál. Mi maradt meg 40 év múltával abból a tornából, és utána azért tegyük hozzá, hogy a semmiből, szinte a semmiből kerültetek reflektorfénybe ide az a Magyarországon, és mindannyiótoknak meghatározta a későbbi pályafutását az az EB. Igen, nekem azzal a kapcsolatban, azzal az évvel, 84-jel kapcsolatban van egy élményem, hogy 83 őszén Pulában volt egy nemzetközi torna, egy 8 csapatos kis torna, ahol kimentünk az ifi válogatottal, és 8-ból 8-adikok lettünk, büntetőkkel kaptunk ki a svédektől. És akkor azt mondta Berci bácsi, hogy készülünk az EB-re, és elkezdünk dolgozni, és a lehető legtöbb munkát tesszük bele, és fölhozott 3-4 embert, Vince Pistát, Kovács Ervint, Petri Zsoltot az egyen fiatalabbaktól, és elkezdtünk vasárnap, hétfő, kedden a Népstadionban, a Szoborkertbe edzeni, és azt gondolom, hogy az a munka kellett hozzá, hogy mi ifi EB-t tudjunk nyerni, és milyen az élet, hogy azt az ifi EB-t, amit előtte 8-adikok lettünk, mert büntetőkkel kikaptunk a svédektől, azt az ifi EB-t úgy nyertük meg, hogy egy 0-0-ás mérkőzés után büntetőkkel sikerült megverni a szovjet válogatottat Moszkvába. És azt gondolom, hogy ez tényleg nagyon nagy eredmény volt. Nem tudom, mennyire tartjátok a kapcsolatot, mit ad nektek ez a torna évente? Minimum annyit, hogy itt találkozunk, és azért mindig egy szép emlék. Akkor még nem tudtuk annyira értékelni, akkor ez egy torna volt, amit le kellett játszani. Emlékszem, hogy a csoportmérkőzések után, amikor tovább jutottunk a csoportból, akkor szerettük volna ezem a Lacit, a gyúrót bedobni a tóba. Volt ott a szállás mellett egy tó, és hát meg akartok őt úsztatni. Berci bácsi ezt megtudta, és azt mondta, hogy nekünk még a torna végéig figyelnünk kell, és van feladatunk itt, és örülünk neki, hogy nem engedte azt, hogy ott szétessen a társaság, és örömünnep legyen már a csoportgyőzelem után, hanem a torna végén ünnepelhettünk. Azért ez mégiscsak egy Európa-bajnokság megnyerését nyújtotta nekünk, és azt gondolom, hogy ezek azok az érzések, amikre egy edzőnek rá kell jönni, hogy mivel tud segíteni a társaságnak, és mikor kell ünnepelni, és mikor kell dolgozni, és ő nagyon nagy híve volt a munkának, és ezt azt gondolom, hogy jól is csinálta, és jól működött vele a mi csapatunk, úgyhogy nagyon jó összejött az edző és a csapat. Szombaton ismét kosárlabdázók népesítik be a nyíregyházi Kossuth teret és környékét. Az országos streetball sorozat idei harmadik állomásán, 8 pályán, 9 kategóriában versengenek majd a csapatok. Azt gondolom, ez egy kettős rendezvény, tehát mindig egy idényzáró egyben és egy nyárindító rendezvény kosárlabda szempontjából. Nem véletlenül hívjuk ezt egyébként a Vármegyei Kosárlabdázás napjának is, hiszen ez egy rendezvény sorozat. Már pénteken elindul egy vármegyei ünnepélyes díjkiosztó, ahol a legeredményesebb játékosokat, edzőket díjazzuk, majd ezt megtesszük a streetballon is, de hát magán ugye a streetballon igazából a kosárlabdáé lesz a főszerep. Egy családi program is egyben, hiszen amatőr profi csapatok, családok indulhatnak, de így az utóbbi években visszatekintve azért mérkőzések szoktak lenni, és rengeteg nevező, bízom benne, hogy az időjárás is kegyes lesz hozzánk, és ez a tendencia így folytatódik. Meddig nevezhetnek a csapatok, és tud-e valamilyen segítséget adni a Vármegyei Szövetség az induláshoz? A Vármegyei Szövetség a nevezési díj felét átvállalja, tehát 16 ezer forint helyett 8 ezer forintért, azt gondolom, nagyon kedvezményes áron lehet indulni, illetve a kenguru csapatoknak teljesen ingyenes az indulás, úgyhogy arra ösztökélem az összes vármegyei városi egyesületet, illetve szoktak jönni a környező megyékből, Budapestről, Romániából is csapatok, hogy nevezzenek. Ezt megtehetik csütörtök évfélig, június 13-áig. Fontos hangsúlyozni, hogy akinek ingyenes, neki is regisztrálni
látogatni kell az eseményre, és magán a helyszínen már csak a játéké lesz a főszerep. 8 pályával készülünk, különböző ügyességi feladatokkal, dobóversenyekkel, illetve zsákolóversennyel, értékes nyereményekkel, illetve lesz egy vállalati streetball is, úgyhogy gyakorlatilag kicsiktől a nagyokig bárki jöhet. Mikor kezdődik a rendezvény, és várhatóan meddig tart? Maga a rendezvény 9 óra környékén a nevezőktől függően, illetve a sorsolástól függően 9 és 10 óra között szokott indulni. Természetesen mi, akik már ott leszünk, reggel 6-ra érkezünk, pályát festünk, és összerakjuk az egésznek a terepét, a kosárlabdának a terepét. Lesz egy főpálya, ahol a kiemelt mérkőzések lesznek, úgyhogy gyakorlatilag én azt gondolom, hogy ebéd utánra szokott ez befejeződni, ilyen 1-2 körül, utána pedig 3 órától meg lehet tekinteni a magyar válogatott futball mérkőzését, úgyhogy ez egy igazi sportos nap lehet Nyíregyházán. Még egy fontos dolog, nem csak az itteni győzelemért és a dicsőségért játszanak a csapatok, hiszen akik nyernek, azoknak lesz folytatás is. Lesz folytatás, hiszen innen a nyertesek a budapesti nagy döntőbe kvalifikálják magukat, ahol még értékesebb és még jobb mérkőzéseket lehet játszani, nagyobb nyereményeket lehet nyerni, illetve az ottani győztesek is bekerülhetnek a nemzetközi vérkeringésbe, hiszen a streetball az már a 3x3-as kosárlabda előszobája, tehát én mindenkit arra ösztökélek, aki komolyan gondolja, azt tegye oda magát, és tegye meg mindent annak érdekében, hogy győztesként hagyja el a pályát. A szombati napon az utcai kosárlabda lesz a főszerep Nyíregyházán, és ezen belül lesz egy vállalati streetball bajnokság is, amely ti kezdeményezésetekre indult. Milyen mezőnyre, milyen tornára számítasz? Izgalmas meccsekre számítok. Ugye már 3. éve rendezzük meg ezt a külön kategóriát a streetballon belül. Elfogadták nagy multi cégek a meghívásunkat, a Lego, a Hübner, a Michelin, a Conti, a Marsó és a Város és a Sportcentrum közös csapata fog két csoportba küzdeni egymással, úgyhogy egy jó meccseket és egy kellemes kosaras délelőttet várok szombaton. A cégnek egyébként van köze a kosárlabdához, többek között névadói vagytok a vármegyei utánpótlás bajnokságnak. Milyenek a tapasztalatok így az első idény végén? Én úgy gondolom, hogy jó irányba indult el ez a támogatás, jó helyre került ez a támogatás, hiszen számos gyereknek a sportolását tudjuk támogatni, illetve kicsit adunk egy pluszt a nyíregyházi kosárlabda utánpótlásnak, ahogy tettük az elmúlt években is, hiszen rengeteg TAU programnak a támogatásában részt vettünk az elmúlt években, több mint 80 TAU programot támogattunk, tehát nem az első alkalom, hogy a utánpótlás képzést segítjük, de mindenképpen örömteli így közvetlen támogatni, ajándékokat adni és segíteni itt a fiatal gyerekeket a sportolásban. Egyébként mennyire sportos a cégmenedzsment, mennyire sportosak a dolgozók? Több mint 4 éve, amikor megcsináltuk a gyáron belül a sportszobánkat, ami nagyon népszerű. Emellett már 3 éve rendezünk sportbajnokságokat különböző kategóriákba, hogy azt kell, hogy mondjam, hogy sportosak vagyunk. Emellett számos egészséges életmódra buzdító, motiváló kampányt indítottunk, illetve kerékpártúrákat is szervezünk Tokajba, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a Contec Magyarország, a Continental belül is talán a legsportosabb cég, és erre büszkék vagyunk, és ezt a jövőben még tovább fogjuk bővíteni. Ennyi fért a mai Sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.